A hagyomány szerint a székesfehérvári ferences templom és rendház területén született Imre. A herceg 15 éves korától atyja Első István mellett nevelkedett, ahol az államirányítás tudományát, a hadvezérséget, a diplomáciát sajátította el. 2015-ben Imre herceg oktatását átvette Gellért püspök, aki 7 éven keresztül tanította. Szent Imre fegyelmezett élete, erkölcsi magatartása ma is példa a fiataloknak. Nem volt eldöntött még ez, amikor ő kicsi volt, hogy ő egyházi pályára, vagy pedig az állami pályára lép majd, hiszen még élt akkor Otto, az idősebb testvére, és készült arra, hogy ami a sorsa lesz, annak ő meg tudjon felelni Szent Gellért iskolájában. Fontos dolog, hogy ezek a gyerekek érezzék meg azt, hogy tartoznak azzal, hogy jól tanuljanak szüleiknek, de még egy nagyobb közösségnek is. És én azt hiszem, hogy ezt kiskorban is lehet már nevelni erre az embereket. Az 1083. november 4-én szentté avatott tragikusan elhunyt trónörökösre emlékezve Spányi Antal, Ugris Tamás püspöki biztossal tartott ünnepi szent misét. Szent Imre a misét követően Roth Péter alpolgármester a városvezetés nevében köszöntötte az iskola és az óvoda növendékeit. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Imre nem csak az iskola, de a város és az egész magyarság számára is fontos történelmi személy. Legyen békes! Az ünnepen részt vettek a Boldog Gizella óvoda nagycsoportosai is, hiszen, ahogy Csák Lajos iskolaigazgató elmondta, már az óvodában figyelnek arra, hogy a lehető legjobb felkészítést adják az iskolai életre. Szent Imre napja egyben jelzi már a beiskolázásra való készülést is, ez a mi iskolánk fontos feladata, mint minden iskolái. Természetesen gondolunk a Boldog Gizella óvodásért, hiszen egy épületben, egy fenntartásban működünk. Iskola előkészítő foglalkozásokat, angol és sakfoglalkozás is tartunk már a nagycsoportosoknak, lényegében az iskola érettség részeként. Tehát számítunk rájuk, de az egész városra hirdetjük a mi iskolánkat, hiszen városi beiskolázású intézmény vagyunk. A megemlékező ünnepség a Szent Imre templom oldalánál álló szobornál ért véget, ahol a város vezetősége és az iskola képviseletében koszorúkat helyeztek el.